április 6-ától nyílt meg a lehetőség az egységes kérelmek beadására a gazdálkodóknak. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az elmúlt évekhez hasonlóan úgy készül, hogy a kérelmek nagy részét kamarai segítséggel fogják a gazdálkodók benyújtani. Természetesen az idei évben az új típusú koronavírus járvány terjedésével szükségszerű volt az ügyfélfogadási rend, illetve bizonyos biztonsági előírások kitalálására, betartására. Ezért minden esetben az ügyfeleket a falugazdászok telefonon keresik meg, és csak abban az esetben kerül sor személyes találkozóra, amennyiben a kérelembeadás nem tud megtörténni telefonon. Összesen 43 jogcímen nyújthatók be ezek a kérelmek, amelyeket a Somogyi Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztés támogató főosztálya dolgoz fel. A gazdáknak fontos még tudniuk azt, hogy a kérelmüket módosíthatják június 2-ai határidőig teljesen szankciómentesen. Jól állunk a kifizetések területén is, a 2019-es támogatásoknak a döntő többsége már kifizetésre került, még június 30-ig kisebb tételek vannak vissza, mindösszesen elmondhatjuk, hogy közel 25 milliárd forint kifizetés történt meg a gazdák számára. Az elektronikus felületek használatát próbáljuk mi is az ügyfeleink részére támogatni, illetőleg a főosztályunk telefonos ügyfélszolgálatot is tart, és előzetes bejelentkezés alapján várjuk az ügyfeleinket, akiknek tanácsot nyújtunk a kérelmek benyújtása és feldolgozása vonatkozásában. Fontos az, hogy amennyiben elektronikusan nyújtják be a támogatási kérelmüket, úgy regisztrációs számmal rendelkezniük kell. Szeretnék köszönetet mondani a magyar és köztük a somogyi gazdáknak ahhoz a munkához, amit most ebben a nehéz helyzetben is elvégeznek annak érdekében, hogy Magyarország élelmiszer ellátása gördülékeny legyen és biztosított legyen. A magyar kormány és a valamennyi szervei, a Somogy megyei kormányhivatal valamennyi szervezeti egysége ehhez minden segítséget és támogatást biztosítani fog. Az a stabilitáshoz, főleg ebben az időben mindenképpen nagy mértékben hozzájárul és szükséges, hogy a támogatások a biztosítása meglegyen, és ebbe tudjunk bízni, hogy ezt megkapjuk, és ugyanúgy, mint az előző években, egy nagy segítséget jelent a gazdálkodásunkhoz.